Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Békés ellen kezdik a szezont a nyíregyházi kosarasok. Veretlenül nyerte saját tornáját a Kisvárdai KC. Szombaton 131 csapattal rajtol a megyei futballszezon. Leveleken vendégeskedett az olimpiai bajnok Steinmetz Ádám. Változatlan kerettel vág neki a bajnokságnak a Vásáros-Naményi futballcsapat. 10 új labdarúgó érkezett a bennmaradás megcélzó Balkányhoz. A felkészülés második hetét fejezte be a Marsó-Nyíregyháza. Az NB1-B rajtjára készülő kékcápák a Békés ellen hazai pályán kezdik majd a szezont. Ez az az időszak, amikor egy kicsit fáradtabbak lesznek, és kicsit nyomni fogja őket az elvégzett munka, de hozzá kell szokni, és néhány nap, hét munka, és teljesen hozzá fognak szokni ez a ritmushoz, és utána már nem lesz ez probléma. A fiatalitásban pedig, ahogyan már többször elmondtam, a nyíregyházi fiatalokra szeretnék számítani. Ha más városból hozok hasonlóan fiatal játékosokat, akkor azoktól veszük el a játék lehetőséget, illetve az edzés lehetőséget, akik itt nevelkedtek, és elsődlegesen annak örülnék, hogyha ők tudnának élni a lehetőséggel. A srácok többsége felnőtt szinten még nem kosárlabdázott. Mentálisan hogy dolgozzák fel azt, hogy egy felnőtt csapat edzéseit látogatják, ráadásul egy ilyen környezetben? Én remélem, hogy motiválja őket. A környezet az, azt hiszem, hogy szenzációs, és nem az országban jelentene csak egy magas színvonalat, hanem szerintem Európában is magas színvonalú csarnoknak mondható ugye a környezetünk. De szeretnénk még ezen javítani. Szeretnénk, hogyha a kondicionális edzéseket is tudnánk majd itt tartani a csarnokban. Ehhez a felszereléseket mi meg kell vásárolni. Dolgozunk azon, hogy ez is meglegyen, és még jobb körülmények legyenek. A srácoknál pedig, visszatérve a fiatalokra, igazából évek óta az lenne a cél, hogy azok, akik nyíregyházi utánpótlásban kosárlabdáznak és itt fejlődnek, valamikor láthassák azt a lehetőséget, hogy bekerülnek a felnőtt csapatba. Ez, amíg A-csoportos volt, próbáltuk már akkor is megoldani, de akkor természetesen nehezebb. Hát, ha most acélosabb, hát, ha most egy picit jobban be tudnak illeszkedni, és egy idő után elindulhat ez a folyamat, hogy a felnőtt csapatot valóban a sajátjának érzi az utánpótlás csapat is. Jó, egy hónap van hátra a bajnoki rajtig, egy torna már biztos, ezen kívül ki ellen léphetek, vagy hány meccset próbáltok még szervezni? Én örülnék annak, hogyha sok edzőmérkőzésünk lenne, megpróbálok olyan 10 mérkőzést, vagy megpróbálunk olyan 10 mérkőzést megbeszélni. Igazából a környező csapatokkal, akár NB2-es, NB1-B-s csapatok megpróbáljuk fölvenni a kapcsolatot, de a tornánkra például a Honvédot, a Tiszaújvárost, illetve a Kassát hívtuk el. A Kassa ugye a szlovák első osztályban játszik, és egy picit talán erősebbnek mondható, de azért én nagyon bízom abban, hogy a tavalyi szezonban is játszottunk úgy ellenük, amikor igazából a magyar játékosok játszottak, mégis tudtuk tartani a lépést. Meglátjuk, hogy mennyire leszünk képesek felvenni velük a ritmus, de azért jó lenne, hogyha egy kicsit erősebb ellenfelek ellen is készülnénk, illetve szerintem a Jászberényt fogom még megkérni, és őket fogjuk megkérni arra, hogy játszunk egy-két edzőmérkőzést. A felkészülés második hetét zárjátok, abszolút rangidősként, milyen ennyi fiatallal együtt dolgozni? Úgy gondolom, hogy jó velük együtt dolgozni, hiszen ők lelkesek, és mindig megpróbálják ugye a maximumot nyújtani, ezáltal húznak bennünket is. Minden esetre ez a második hét már ugye nehezebb, mint volt az első. Az első inkább ilyen rávezető volt. Már látszik a fáradtság, de hát dolgozunk. Neked milyen érzés, hiszen az elmúlt években azért a felkészülésnek ebben az időszakában már légiósok is voltak a csapataidnál. Válogatott játékosok játszottak melletted. Most azért gyakorlatilag olyan srácok is vannak, akik még az utánpótlás bajnokságokban semmi játszottak, esetleg nagyon komoly meccseket. Igen, hát ez most egy új szituáció nekem is. Ugye a B osztályban nincs egy légiós játszat, mi még sajnos nem találtuk meg, de úgy hallottam, hogy a vezetőség rajta van, hogy érkezzen légiós játékos is. Igen, abszolút korelnökként nekem ugye példát kell mutatni, és nekem kell diktálni azt a tempót és azt a ritmust, amit ugye a fiatalok követhetnek. Úgy gondolom, hogy egyenlőre megtesszük, amit tőlünk telik. Jól megy a munka, úgyhogy remélem, hogy eredménye is lesz.
100%-os teljesítményen nyerte hazai rendezési tornáját a Kisvárdai KC, a női kézlabda NBA gyújonca, a Békés Csaba, a szlovákiai Mihalovce és a romániai Zila ellen is győztesen hagyta el a pályát. Mondhatom azt, hogy még a eredményesség szempontjából nem is számítottam erre, de ugye ez mind felkészülés, hogy a bajnokság fogja eldönteni, de hát igyekszünk még, természetesen még sok potenciál van a csapatban, tehát mi messze nem vagyunk ott, hogy azt mondhatjuk, hogy jól játszunk, hogy elégedettek lehetünk, avval győzünk természetesen, igen. És azt szeretném mondani, hogy arra alapozunk, hogy arra próbálunk alapozni, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, hisz azt nem tudjuk garantálni, hogy minden meccsülőnünk 35-36 kapunk, viszont amikor 20 körül kapunk, mint ma is, hogy aztán 221 gólt kaptunk, mind a két mérkőzés megnyertük, ugyanúgy a múlt héten a csehek ellen ugyanez volt, egyszer 14-et, egyszer 20-at kaptunk. Ez lenne a jövő úton. Jó kapus teljesítmény, kemény, agresszív védekedés, és elépíteni a támadó játékot. Nagyon sok helyről érkeztek a játékosok, új csapatot kell építeni, nem csak a pályán, az öltözőben is. Hölgyekről van szó, alakul ez is? Szerintem nagyon alakul. Szerintem nagyon jól együtt vannak, nincsenek klikkek, nincsenek, akik esetleg kizárnának, hogy ez nem minden csapatnál van így. A másik az, hogy szóval azért látják, sokat dolgoznak, és megvan az eredmény. Tehát ez egy edző mindig tud építeni, látod, megér ennyi dolgozni, mert már most előjönnek és visszaköszönnek azok a dolgok, amik esetleg eddig hiányoztak. Említetted, hogy még rengeteg potenciál van a csapatban. A bajnoki rajtig milyen szintre érhet el az együttes? Hát ugye a bajnoki rajt az a Győr ellen van, hát ez ugye... Ha azt mondom, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, akkor nem nagyon túloszom le a dolgokat, de utána olyan mérkőzések lesznek, ami kiki meccses, hogy megyünk Kispest, aztán jönnek olyan csapatok hozzánk, akiket hát meg kellene vernünk ahhoz, hogy olyan eredményt érjünk el, amit tervezünk. Hát ez még, ahogy mondani szokás, az sok víz folyik le a Dunán vagy a Tiszán, hogy tájképnél maradjunk. Ami még egyszer mondom, nagyon pozitív, hogy lányok zokszó nélkül, és hát eddig nagyobb sérülésmentesen tudtak dolgozni. És azt hiszem, hogy így lesz a jövőben is, remélhetőleg. Mi a program még a hátralévő időben a bajnoki rajtig? Még nagyon sok tornán veszünk részt, még három tornán sorrendben, Mihalovcén, Zilahon és Debrecenben fogunk játszani. Az nagyon jó, hogy megnyertük a mérkőzést, mert holnap több játék lehetőséget fogok adni mindenképp azoknak a játékosnak, például a Major Florának, akit ma nem tudtam pályára küldeni, vagy Dudás Zsinának, illetve remélhetőleg Schmidesztel is fellépül, úgyhogy holnapi meccs megint arra lesz, hogy arra fogom, természetesen győzni akarunk, de arra, hogy főleg a fiatalok tapasztalatot tudjanak gyűjteni, ami elengedhetően ahhoz, hogy eredményesen szerepeljünk az NBA-ben. Számodra lehet, hogy picit pikás volt ez a mérkőzés, nem is olyan régen, még az mai ellenfél mezében játszottál. Most milyen volt egy győztes csapatban játszani a korábbi társaid ellen? Igazából a fő cél az ilyenkor, hogy a mi csapatunk egyre jobb legyen. Ilyenkor úgymond mindegy, hogy ki az ellenfél. Persze örültem, hogy játszhattam ellenük. Ugye náluk is sok játékost kell beépíteni, ugyanúgy, mint nálunk. Örülök, hogy tudtunk nyerni. Amikor legutóbb beszélgettünk, benned is sok kérdőjel volt a jövőt illetően, azért már eltelt néhány hét a felkészülésből, több meccsen túl vagytok. Egyenesednek ki a kérdőjelek? Persze, de igazából majd a bajnokságban fog ez teljesen kitisztulni. Én úgy veszem észre, hogy agresszív csapat alakulhat ki, aki mind védekezésben, mind támadásban meg tudja mutatni, hogy mi az erőssége. Hogy érzed, milyen közösség van kialakulóban a pályán és azon kívül? Szerintem mindenki megtalálja a saját társaságát, ami nem baj, hisz azzal legyen az ember, akivel jól érzi magát. Pályán belül meg remélem, hogy jó lesz az összhang, és mindenki megérti a másikat. Talán korai még picit a kérdés, hová lehet pozícionálni ezt a Kisvárda szerinted majd a női NBA-ben? Hát igen, elég korai, mert nagyon-nagyon erős lesz a mezőny, nagyon kiegyensúlyozott. Én erősebbnek tartom, mint mondjuk a... Tehát biztos, hogy nem lesz szerintem kieső helyezett, és remélem, hogy inkább a középmezőnyt fogjuk erősíteni. A hétvégén 131 csapat részvételével rajtol a megyei futballszezon. Három osztály 9 csoportjában november végéig rúgják majd a labdát a játékosok. Június közepén véget ért az előző szezonunk. Igazából tényleg volt egy két hét, ami ugye az előző szezont lezárását követően és az új szezon megkezdése előtt volt, de július 1-től nagyon komolyan belevetettük magunkat a munkába, hiszen július 1-ig kellett beérkezni az új szezonra ugye a nevezési lapoknak, a nevezési dokumentumoknak a csapatoktól. Természetesen ezek a dokumentumok már érkeztek be június végén, úgyhogy azért volt mit csinálunk. Értelemszerűen a beérkezett nevezések után tudtuk a csapatokat, a pályára ért eredmények is attól függően, hogy
jelentkeztek abba az osztályba, vagy nem jelentkeztek, hogy beosztani. Ezt természetesen az adott bizottságok határozatban ezt megtették, és folyamatosan ugye tettük fel a sorsolást a honlapra, illetve a csapatoknak is természetesen kiküldtük, illetve hát július 1-től az átigazolási időszak is beindult, és ahogy láthattátok, most is nagyon sokan vannak, még az utolsó napokban is, sokan próbálnak játékengedélyt kiváltani, illetve átigazolni játékosokat. Hány osztályban, hány csoportban rúgják majd a labdát a megyében a futballisták? Felnőtt férfi szinten 3 osztályunk van. Van egy 16 csapatos megye 1-ünk, 3x16 csapatos megye 2-ünk, és van 5 csoportos megye 3-unk, 68 csapattal, ott van egy 16 csapatos csoport, illetve 4 13 csapatos csoport. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy augusztus 4-én írásban hivatalosan is jelezte felénk a Papesen, hogy a megye másodosztályi küzdelmektől visszalép. Ez azért volt sajnálatos, mert már egy héttel a bajnoki rejtelőt igazából nem tudtunk ezen változtatni, tehát a megye másodosztály középső Nyírerdő csoportja egy picikét lukas lesz, hiszen 15 csapattal fog elrajtolni, ugyanis ez az egy hét ez nagyon kevés volt volna ahhoz, hogy feltöltjük, akkor meg kellett volna bontani nagyon sok sorsolást, ez pedig természetesen ugye ezt nem tudtuk bevállalni. Mekkora terheket ró egyébként egy-egy településre, hiszen a legtöbb az önkormányzat a fő támogató egy futballcsapat működtetése, annak tükrében, hogy azért a Magyar Labdarúgó Szövetség is jelentősen hozzájárul a költségekhez. 2011 óta a Magyar Labdarúgó Szövetség olyan szinten jelentősen hozzájárul a versenyeztetési költségekhez, hogy 90%-át állja. Ez azt jelenti, hogy mind a nevezési díjaknál, mind a tagdíjaknál, mind a játékengedély, igazolás, átigazolás díjaknál a csapatoknak csak és kizárólag a 10%-ot kell befizetni, ami a díjfizetési rendben szerepel, a 90%-ot a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. Ez hozzávetőlegesen, ha azt nézzük, egy megye egyes csapatnál azért sok utánpótlás kötelező, ugye az IFI, az U16 is. A versenyeztetési költségek körülbelül eddig voltak ilyen 2-2,5 millió 2011-ig, most egy 250 ezer forintból ez megvan, ja, és a játékvezetői díjak 90%-át is a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. Úgyhogy a csapatoknak a legnagyobb kiadása nem az MLS felé van, hanem az utaztatás, ami azt hiszem, hogy ez lehet a legnagyobb kiadásuk, úgyhogy, illetve természetesen a pálya karbantartás, de hát a Labdarúgó Szövetség ugye a TAO-s programokon keresztül erre is azért nyújt segítséget, mind ugye az infrastruktúra fejlesztésére, mind pálya karbantartó gépekre is lehet pályázni. Több mint 130 felnőtt csapatnál és az utánpótlás csapatoknál rengeteg meccs van hétvégén, játékvezetői szinten, mennyiségben, minőségben, hogy áll az igazgatóság? Szerencsére azt kell mondanom, hogy mind a kettőben úgy gondolom, hogy jól. A mennyiség az bő nőtt, hiszen tavaly ugye elindult, illetve évelején elindult egy játékvezetői képzésünk, és 20 új játékvezető képződött, és 20 új játékvezetővel bővült a létszám. Persze van, akik abba hagyták, de több mint ilyen 15 fővel bővült azért a játékvezetői, megyei játékvezetői keretünk. A minőségről pedig szerintem nagyon sok mindent elmond, hogy azért a megyéből a 2015-16-os szezonban nagyon sokan felléptek. Például ugye NB1-es, illetve UEFA bíró lett nagypályán Karakó Ferenc, akkor szintén UEFA bíró lett futszálban Szilágyi Norbert, vagy szintén feljebb lépett és női bajnokok ligája döntőn működött közre Kulcsár Judit. Tehát azért szerintem ezek mind-mind azt mutatják, hogy a megyei játékvezetésünkből is van feljebb, úgyhogy van hova fejlődni. Vannak NB1-es futszál játékvezetőink, NB-s nagypályás játékvezetőink. Én nem hiszem, hogy a játékvezetői keret minősége gyengébb lenne, mint a megyei labdarúgásunk minősége, sőt egészen biztos vagyok benne, hogy nem gyengébb. Eddig a nagypályás férfi futballról beszéltünk, ezen kívül milyen bajnokságokat készít elő még össze az igazgatóság? Utánpótlás bajnokságaink vannak, ugye a megye 1 és a megye 2 előtt mindig játszanak az U19-es csapatok, tehát azoknak ugye vannak az ifjúsági bajnokságaink, illetve van U16-os bajnokságunk, ez a megye első osztálynak kötelező, azon kívül még lehetett jelentkezni, 29 csapat adta be a jelentkezését az U16-ra, van U14-es fiú bajnokságunk, itt ugye 3 csoportra osztottuk a 28 jelentkezőt, ezen kívül ugye a Bozsik program van még a fiúknak, női szinten van női felnőtt megyei első osztályi bajnokságunk, leány U15 megyei bajnokságunk, valamint télen szeretnénk mind a nőknek, mind a férfiaknak futszál bajnokságot elindítani, a férfiaknál ez már 3 éve működik, a nőknél most szeretnénk bevezetni, bízunk benne, hogy sikerrel járunk majd. Leveleken vendégeskedett Steinmetz Ádám, a 2004-ben Athénban olimpiai bajnoki címet szerző vízilabdázó egy nyári táborban tartott élménybeszámolót 50 gyerek előtt. Magyar Református Szeretett Szolgálat amellett, hogy rengeteg segítséget nyújt el esettek felé, nagyon fontosnak tartja, hogy gyermekeket táboroztasson. Ez most a második táborunk ezen a nyáron, a harmadik a jövő héten lesz. Itt most 50 gyermek van. Ezek a gyerekek szegénységből jöttek, tényleg olyan családokból, ahol gond van, ahol probléma van, és azért hoztuk el őket, hogy felüdüljenek, jól érezzék magukat. Hogyan néz ki a tábor programja?
Ugye vasárnapig tart, tehát ez egy 6 napos kemény tábor, ahol a sporttól kezdve a szórakozásig sok minden előfordul. Vízpartján vagyunk, fürdés is lesz, nem messze Nyíregyházán az állatkertbe is megyünk, lesz lovaglás is, foci, minden nap szinte sport és különféle interaktív műsorok. Általában mindig összevergődik a csapat, körülbelül 1-2 nap kell, és utána jól érzi magát mindenki. Vannak, akik Kárpátaljáról jöttek néhányan, de tényleg Szabolcsot már Hajdú-Bihar megyéből és olyan családokból, ahol problémák vannak, ahol gond van, ahol a gyermekeknek a kikapcsolódásra igazán nagy szükségük van, feltöltekezésre, és itt ezt megkapják, igyekszünk megadni a számukra. Most épp Steinmetz Ádám mesél a gyerekeknek, miért pont a vízilabda az olimpiai bajnokra esett a választásuk. Ugye most zajlik az olimpia, ezt a gyerekekkel már megbeszéltük az előbb, és az Ádám egy példakép mindannyiunknak, nekünk is. Olimpiai bajnokkal beszélgetni, azoknak, vagy neki példát mutatni az itt lévő gyerekeknek, ez óriás és nagyon fontos dolog, és én azt gondolom, hogy mindannyiunknak szükségünk van egyszer élőben találkozni olyan emberekkel, akikre felnézünk, akiknek drukkalunk, akikért odaadjuk a szívünket, lelkünket, hogy eredményt hozzanak, és ezeknek a gyerekeknek meg kell tanulni minél korábban, hogy a sport is egy csodálatos dolog, drukkolni is jó, végezni is a sportot, és anélkül nincs is teljes igazán valódi élet, hogy tulajdonképpen ne legyen valaki a közelükben, aki sportoljon, aki tanítja őket sportra is mellette, hogy azért sok-sok minden tanulni való van, és kötelezettség, ez mindig felszabadító érzés. Steinmetz Ádám olimpiai bajnok, itt leveleken egy gyerektábor vendége, sok ilyen meghívásnak kell eleget tennie? Előfordult már életem során, de hát természetesen egy ilyen kedves felkérésnek, mint a református szeretett szolgálat, hogy most ide ellátogassak és a gyerekeknek beszéljek. Végül is a közösség és a sportnak a abszolút pozitív attitűdjeidről. Ennek a felkérésnek nem mondhattam nevet, különöm, hogy még ezen a teljesebb térségben még nem jártam, úgyhogy tényleg nagyon szép helyre csöppentem. A gyerekek példaképként tekintenek egy olimpiai bajnokra, milyen útra való tanácsokat tud nekik adni? Valószínűleg tartom, hogy tekintette, hogy 8 és 12 éves gyerekekről van szó, ők még nem láthatták, amikor én olimpiai bajnok lettem, tehát valószínűleg ők nem ismernek engem, ettől függetlenül többször tartottam már igazából előadást még ilyen fiataloknak is. Általában nagyon szerényen szokott ez kezdődni, aztán belemelegszenek, de én úgy gondolom, hogy fogok tudni egy-két olyan fontos dolgot, amit tényleg útra valóul, és el tudnak vinni magukkal, és akár az életüket egy pici plusszal tudom befolyásolni, akkor már megérte eljönnöm. A vízilabdázó Steinmetz Ádámot ismerik a sportbarátok, szurkolók, mit kell tudni a civil Steinmetz Ádámról? A civilben amúgy még aktív sportoló vagyok a Vasasban, és a pont utánpótlással foglalkozom. A Vasas vízilabda utánpótlásának vagyok vezetője, úgyhogy minden nap közel 100 gyerek fejlődését felügyelem. Nagyon szeretem ezt a elfoglaltságot is, ez egy picit, hogyha ilyen sportnyelven mély víz volt 2 évvel ezelőtt, mikor erre fölkértek, de hála Istennek meg tudtam oldani, és tényleg úgy gondol egyfajta küldetésnek, hogy azt a sok tapasztalatot, amit korábban megszereztem, kiváló edzőimtől, csapattársaimtól, ellenfelimtől, hogy azt át tudom adni a gyerekeknek, elsősorban nyilván vízilabda terén, de hát minden mellett mi arra is törekszünk, hogy ne csak kiváló sportok, kiváló emberek is legyenek, tehát az emberi oldali hangsúlyozása, a tanulás fontossága az nálunk a Vasasban alapvetés. Ugye az olimpiai napjait éljük, mind a két vízilabda csapattól, a férfiaktól is, a nőktől is sokat vár a közmélemény. Ön mire számít? Ez mindig is így volt magyar vízilabdázónak. Mindig, hál' Istennek, kivívtuk, hogy mindig esélyesként tekintenek ránk, különösen ugye a hazai publikum abszolút érmet, lehetőség szerint aranyérmet vár mind a két szakáktól. Erre úgy gondolom jó esélyünk is van, de tekintettel arra, hogy tehát egyre élesebb a mezőny, egyre kisebbek a különbségek, tényleg sokszor a napi forma dönthet. Az eddig látottak alapján, ez egy, legalábbis most a fiúkról beszélek, nagyon egybe van a csapat, nagyon akarják a győzelmet, és bízom benne, hogy ez a lendület el fog tartani egészen a döntő lefújásáig. Újoncként készül a megyei első osztályú futballbajnokság rajtjára a Vásáros Naményi csapat. A továbbra is Tivadar András által irányított együttesnél nem volt jelentős játékos mozgás a nyári szünetben.
Mi arra építünk, hogy vásárosnaminyak és környékbeli beregi fiúk alkossák a csapatunkat. Mindenképpen bizalmat szavazunk annak a keretnek, aki kivívta a feljutás, hiszen mérőn jöttünk, megye 3-ból, majd megye 2 néhány évig, és most pedig végre ott vagyunk, ahol szerintem méltó helyünk van. A csapat összességében inkább a februári időszakban, januárban erősödött, akkor tért haza Fejes János, Bancsi Gábor, illetve Barta Ferenc Tarpáról, Ferinek vissza kellett mennie állomás helyére, viszont Lizák Bencét Beregdarúcról és Zán Bencét Kisvárdáról hoztuk úgymond haza, hiszen a beregdarúci fiús félig most már vásárosnaminak tekinthető. Én azt hiszem, hogy elől jók leszünk, hátul pedig nagyon kell figyelni a csapatnak, hiszen a megye egy, az mégiscsak megye egy. Hogyan sikerültek a felkészülési mérkőzések, bár ilyenkor elsősorban nem az eredmény, hanem a játék a lényeg? Összességében elmondható, hogy valamennyi mérkőzésünkön jól szerepeltünk, amikor aztán a mester belenyúlt a csapatba, akkor nyilván az eredmény már nem úgy alakult. Egy döntetlenünk volt, több meccset azt hoztuk, de ez semmit nem jelent számunkra. Ez azt jelenti, hogy a játékunk az egyre érettebb lesz, és bízom benne, hogy a támadó foci lesz az, ami majd vonza a beregi, a vásárosnaményi szurkolókat a vásárosnaményi focipályára. Mennyire vannak kiéhezve a szurkolók a megye egyes futballra, hiszen itt már azért olyan ellenfelek lesznek, olyan megyei szinten nagyobb városi csapatai, amelyek veretes futballmúlttal rendelkeznek. Így van, és ezért mindenki várja már, hiszen azért egy Bakta vásárosnamény, vagy egy Fehérgyarmat vásárosnamény, Máté Szalka vásárosnamény, ezek mind-mind olyan meccsek, amelyek presztízs meccsnek tekinthetőek, és a szurkolótáborok is figyelnek egymásra, sportszerű, a fair play szellemében zajló eseményeket, és nagyon jó meccseket várunk ettől a szezontól. Mi a hivatalos célkitűzés, hova várják a csapatot? A hivatalos cél 5.-8. hely. Szeretnénk egy stabil csapat lenni, amelyre otthon látványos futballt játszva mindenki építhet. Idegenben pedig szeretnék pontot és pontokat szerezni. 9 távozó játékos helyére 10 új futballista érkezett a Balkányi Együtteshez. Az újonc célja a bennmaradás a megyei első osztályban. Azt gondolom az ember, hogy egy bajnoki címet meggyőzően szerző és feljutó csapathoz nem nagyon kell hozzá, ugye ehhez képest Balkányból 9-en távoztak és 10-en érkeztek. Mit tette szükségesé ezt a játékos mozgást? Természetesen 3 olyan játékosunk volt, akit szerettünk volna megtartani. Sajnos ők elmentek különböző okok miatt. A többi játékos pedig azt mondom, hogy ezen a szinten már nem tudott volna segíteni. Ezért mindenféleképpen erősíteni kellett, ráadásul a keretünk nem volt annyira hosszú, tehát olyan 15-16 játékosunk volt, tehát mindenféleképpen kellett ez a létszám bővítés. Azért említsük meg azt a 3 játékot, akik szerettél volna itt látni, és az érkezők közül kik az, akik ismertebbek a megyei futballszurkolók előtt. A Potornai Márkot elvitte a Sényő, őt nagyon sajnálom. A Kovács Bélát ő úgy döntött, hogy inkább levelekre megy, és a Bárány Laci munkai elfoglaltság miatt nem tudta vállalni, inkább elment a alsó osztályba. Az érkezők természetesen azok is vannak bőven, tehát a Szilágyi Krisztiánt azt hiszem mindenki ismeri, ugye ő Nyírbátorból érkezett. Az Iván Zsolt Kemecséről érkezett, aki ugye szabolcsi születésű, és hát a harmadik pedig a Somogyi Márk Újfehértóról érkezett. Ez a három játékos, akit én jól ismerek, hiszen játszottak a kezem alatt. A többiek pedig 7 játékos, Igor Bogdanovics kiszemeltjei voltak, sokan játszottak a keze alatt is, őket megnéztük edzőmeccsen is, megmondom őszintén, hogy 21-22 éves a legidősebb, 19 a legfiatalabb, ez a 7 fiatal szerintem nagy erőssége lesz a csapatnak hosszú távon. Biztos, hogy egy fél év kell, hogy ezt az erős megyei első osztályt megszokják, de azt gondolom, hogy nagy probléma nem lehet, hiszen nekünk most a célkitűzésünk ebbe a fél szezonban az, hogy megnézzük, hogy mire leszünk képesek, és természetesen minél több pontot szerezni, és hát a kieső zónát elkerülni. Milyenek a tapasztalatok az eddigi edzőmeccseken, hogyan szerepelt ez a új alakuló csapat? Hogyha az eredményeket nézem, amiből nem szabad kiindulni, az nem volt a legjobb, de viszont játékban azt gondolom, hogy nem volt gond. Közben érkeztek az új játékosok, mindig változtattunk. Ami a felkészülési időszakban, ugye az eredmény az nem számít, én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a bajnokira kész legyünk. Hát remélem, hogy sikerül a Namény ellen jól szerepelni, de nem vagyunk még teljesen készek, ez is igaz.
A bajnoki rajt előtt lesz egy megyei magyar kupaforduló, ki ellen és a kupában mi a cél, hiszen ott is azért fel lehet jutni akár az országos főtáblára, és akkor pedig megmutathatja magát egy picit még jobban a csapat a szélesebb közvéleménynek is. Így van, Tiszakanyára menjünk. Én azt gondolom, hogy ott van esélyünk a továbbjutásra, utána már bekapcsolódnak a megyélyes osztályú csapatok, és én azt gondolom, hogy ha sikerül egy jó sorsolást összehozni az illetékeseknek, akkor akár ki is juthatunk egy kis szerencsével az országos táblára. Ugye említetted, hogy túl nagy terhet nem akartok most ősszel rakni a csapatra, a közönség viszont az elmúlt szezonban megszokta, hogy gólgazdag meccseket játszik és nyer a csapat. A közönség részéről mi az elvárás veletek szemben? A közönségünk az nagyon igényes. Örülök neki, hogy az edzőmeccseken meg voltak elégedve az új játékosokkal. Én azt gondolom, hogy nem lehet más célunk, hogy őket kiszolgáljuk, de tudják nagyon jól, hogy fél csapat kicserélődött, tehát egyik percről a másikra nem fogunk tudni összeszokni, ez az egy hónap, ez kevés erre, úgyhogy én azt gondolom, hogy a türelem a részükről meg lesz, de azon leszünk, hogy minél jobban szerepeljünk a bajnokságban is, és a kupában is, és a hazai pályán pedig hozzuk a mérkőzéseket. Alaposan átalakult a megye másodosztályban bajnoki címet nyerő csapat kerete, 7 olyan játékos érkezett, akiket te szemelték ki, milyenek ezek a fiatal futballisták? Jó sikerült a tavalyi szezon, hála Istenem, megteljesítettünk a célot, ami klubvezetők tett előttünk. Hát az mindenhol van. Az, hogy egy játékos belefér egy szintre, nem biztos, hogy belefér másik szintre. Most sajnos úgy alakult a keret, hogy klubvezetők edzővel együtt úgy döntötte, hogy a távozó játékosnak kellett volna elmenni, mert úgy érzem, nem tudtak volna nekünk jobban segíteni, viszont akik jöttek, szerintem erre képesek lesznek. Hát örülök, hogy majdnem minden egyes játékos hasztunk, akiről beszéltünk mesterrel, és szerintem, hogy ez az átigazolási időszak új szezon előtt jól sikerült. Milyen bajnokságra számítasz, hiszen nagyon erősnek tűnik a megyei első osztály mezőnye? Régebben én nem foglalkoztam ezzel, hogy megye egy, megye kettő, vagy a alacsonyabb szint, de miatt itt vagyok Balkányban, már jobban kezdtem figyelni, akár megye egy szintű is, vettem is észre, hogy akár Magyarországon a legerősebb megye egyes bajnokságról beszéljünk. Hálom a híreket, meg figyeljünk mindenki, hogy mi van. Hát szerintem nagyon kiegyensúlyozott bajnokság lesz, ilyen körverések lesznek, mert szerintem 16 csapatból nem akarom senkit lenézni, de szerintem legalább 10 olyan egyszintű csapat lesz, hogy örülök neki, és szerintem erre szokott ember mondani, hogy abba ki fog jönni minőség, hogy ez a bajnokság legyen meg erősebb, mint eddig. Magadtól milyen szezont válsz, hiszen tavaly rengeteg gólt rúgsz, és abszolút kulcs szerepet volt a feljutásban. Igen, hát szeretném megismételni, de én nem szoktam tervezgetni, meg semmit csinálni. Nekem szó szerint fontosabb a csapat teljesítmény is, minden, amit fogom tudni tenni, hogy csapat jól teljesíti, akár gólok, akár gólpászok, akár csak egy tanácsadat meccs közben, meg fogom tenni, mondom meg egyszer, saját terveimek nincs, viszont mindenféleképpen szeretem segíteni, hogy csapat teljesíti a feladat, meg teljesíti a cél, ami klub vezetőktől kaptunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!